5500 kalóriás fehérje palacsinta? Séf Ádám megcsinálja! Tehát a hozzávalók, az első részben meg fogjuk csinálni az alapot, azaz a palacsintát, amihez fél liter tejet fogunk hozzáadni, 250 g zabot, 250 g mazsolát fogunk még belekeverni, illetve 4 egész tojást, a krémhez pedig 300 g peanut butter, ami magyaróvaj magyarul, egy egész joghurt, natur joghurt 300 g, illetve egy egész túró, 500 g túró, illetve 2 adagoló kanál, karniprót fogunk hozzáadni, ez igazából lehet tejsófehérje is, akármilyen fehérje. Én sütéshez kókuszsírt használok, úgyhogy vágjunk is neki. Kezdjük el a palacsintával, aztán pedig utána a krémet megcsinálhatjuk. Tehát gyerek. Kiismertük a dolgokat. Kezdjük akkor a 4 tojással, ugye, amit említettem. Szépen beleütjük. Séf Ádám megcsinálja a gyerekek, ahogy említettem. Ez a palacsinta 5500 kalória felett lesz. Fölötte lesz, gyerekek, hogyha ezt isszátok, vagy eszitek, vagy akármit csináltok vele, biztos lehettek benne, hogy fogtok tudni, hopsz, egy SMS, tömeget növelni. Viszont ez nem feltétlen javaslott azoknak, akik diétáznak. Vagy abban az esetben nyilván nem 5500 kalóriásat kell csinálni, hanem mondjuk 50 kalóriásat, nem mindegy. Szóval 250 g zab. Séf bácsi kiveszi a mixert, vagy mi ez, nem is tudom, hogy hívjátok itt. Mixer, vagy botmixer, vagy mi ez. Kihúzzuk ezt a kábelt szépen, és... Hát ez igen, gyerekek, nem kell mondani, én nagyon gusztusosan csinálom a dolgokat, de... Most az nem lényeg, tehát... Toljuk neki ezerrel, gyerekek! Utolsó kis temelve, ez a picike. Illetve, még amit én szoktam, hozzáadunk. Egy nagyon kicsi izomnövelőt, nem csak viccelek, ez amúgy egy kis édesítő. Sweetener édesítő Tesco-s. Nem muszáj Tesco-ba venni, de vehettek a korába is, vagy mindegy. A lényeg, hogy hát úgy egy pici, egy pár cseppecskét így, hát így belenyomunk, hogy legyen íze, ugye, a dolgoknak. Tehát jó. És finishnek úgymond, annyit kéne csinálnunk, hogy persze kihúzzuk ugye, amit bedugtunk. Most a kábelre gondolok, amúgy, de itt van ugye a mazsola, amit hozzá kell adni. Tehát ez elég jó lesz, mert most vettem igazából, elméletileg frissen sült, gyakorlatilag össze van tapadva, úgyhogy lehet, hogy még ezzel rá kell mixelnem, gyerekek, hanem össze van tapadva a szultánaz. De hogyha Magyarországon vagyok, akkor miért nem az van rá, hogy mazsola? Ja, mert Lidl-be vettem, mindegy. Na, jó van, nem. Séf Ádám. Olyan dolgokat használ, amit senki. Ezt így hozzáadtuk. Kicsit megkeverjük. Fordulunk egyet. Szépen felmelegítjük ezt a srácot. Mondjuk 6-osra. Kókuszsírunkkal szépen megkenjük egy az alját, hogy ne tapadjon le. Kezdjük az elsővel. Kezdésnek. Közben adtunk hozzá egy nagyon picike sütőport, hogy a tésztája könnyebb legyen. Ez nagyon fontos azoknak, akik most kezdik a gyúrást, hogy ugye ne, hogy felmerüljön a túledzés veszélye karra. Gyerekek, szóval meg kell fordítanunk. Mivel ez túl nagy és túl vastag, ezért ha most próbáljátok meg ezzel megfordítani, akkor valószínűleg el fog törni. Én nekem mondjuk pont az történt, Séf Ádám ezt is meg fogja oldani. Mivel nincsen még egy ilyen serpenyőm, ezért azt fogom csinálni, paraszt módszerrel, megkísérlem, hogy rárakom erre a tányérra így, aztán pedig valahogy ez lesz az érdekes része. Ez az érdekes része lesz, tehát úgy kéne, hogy... Hú! Gyerekek! Prósét! És most egy picit még sülni hagyjuk, így, és kb. Egy ilyen 2 perc múlva adjuk hozzá a következő adagot. Óvatosan ki a tányérra, aztán a következő mehet is. Na, óvatosba. Hát ameddig ez sül, ugye az kész, addig megcsinálnánk a krémet. Fél kilós túlót beleteszünk. Joghurt, jó. Hopszi. 2 adagoló kanál, ugye ebből mehet 2. Úgy, né? Ezt nagyon
szépen beletettem. Tehát ez epic. Elnézést, le kell kapcsolni a pára SEO-t. Most már hallotok. Tehát három különböző tányra fogjuk őket tenni, ugye három palacsinta lesz. És úgy fogjuk csinálni, az elsőt megkenjük a túrónak a felével, amit ugye ott csináltunk. Aztán ugye a mogyoróval ugye 300 g, ugye a legtetejére pedig annyi lesz ugye ugyanúgy a túrós krém, le fogjuk önteni, és készen vagyunk. Tehát közben kimérnénk ugye a mogyoróvajat. Ahogy említettem, 300 g-ot kell kimérnünk belőle, tehát nulla. Tökéletes, 305 g. Ez mehet rá, meg kell kenni. Valaki megjött. Opszi, megcsináljuk. Így is van. Ennek még fog kelni kb. 2 perc. Valaki csengetett, valaki, postás, este 10-kor, de mindegy. Le is tesszük ide. Ezeket a palacsintákat igazából visszahozzuk szépen ide. Kezdjük ezzel akkor. Rámehet a mogyoróval 300 g, úgy, ahogy van. Ez így mind mehet rá. Késsel megpróbálom megcsinálni. Idehozzuk mindegyiket. Erre mehet rá ennek a fele. Ez egy epic. Kettő. Egy nagyon picit. Húha. Letesszük ide. Díszítés gyanánt. Kis fahé. Jó étvágyat!